oda tényleg csak ilyen utolsó, utáni pillanatban, fesztiválon, másnaposan. Tehát másképp nem vagyok hajlandó. Úristen, ez iszonyat drága, de marhára tetszik az élet, szóval megvettem. Pest megyébe beérek, megőrülnek az emberek. Mi? A mai terv, hogy bemegyünk anyuval brancsolni. Még el is raktam külön a szatyorba, hogy miket vásároltam, hogy biztos el nem felejtsem. Hello, Bello! És nagyon fáradtam. Az elmúlt, nem tudom, egy pár hétben valamiért nem iszom elég vizet, vagy hát érzem is magamon, hogy valami nem jó, szóval újra elkezdtem ilyen poharakat lerakni szépen magam mellé, és akkor csak így gondolkodás nélkül is, csak is simán így iszagatom a vizet. Haj fronton marha sokat nőtt a hajam, meg épült, szépült. Rendszeresen szedek, szóval mondjuk naponta vagy két naponta cink és D-vitamin tablettet, és azóta nagyon durván megindult a hajnövekedés. Kávé, ennyi egyelőre. Üdv a Dunakanyarban! Nem csoda, hogy ma április 1-e a bolondok napja van. Esküszöm, amióta indultam Szegedről, folyamatosan van valami. Autópályán jövök, nem kis sebességgel a belső sávban, a külső sávban, marha nagy kamion, előtte egy valamilyen jármű, ami körülbelül szerintem 90-nel vontatott valamit, mögöttem meg egy ilyen Volkswagen Caddy-szerű autó jön, és akkor ezerrel a seggembe indexelek, hogy ha majd meg tudom őket előzni 2 másodpercen belül, akkor ki fogok menni jobbra. Kimentem jobbra, elengedtem, majd visszajöttem balra, erre befékez, büntetőfék. Miért kell büntetőfékezni, amikor én is nem kevéssel mentem, elengedtem, és akkor utána még azért megvárja, hogy kijöjjek, hogy majd büntetőfékezhesse. Hát ezek tök hülyek. Megyek normális tempóban, előttem látom, hogy bénázik valaki, erre bevág elém valaki jobbról azért, hogy elmehessen balra gyök 2-vel. Majd utána megint be kell húzódnom valamiért, az előttem lévő megint gyök 2-zik, bal oldal gyök 2-znek, nem tudok semmire sem menni, jó, lassan megyünk. Erre végre kiáll előlem az utolsó másodpercben, aki ment a belső sávban, majd átjön index nélkül a kanyarban, az én sávomba, mert a gyök 2-vel nem tudja bevenni a kanyart. Ez egyszerűen beszarás. Látszik egyébként, nem akarok senkit megmenteni, de látszik, hogy Budapest környéken vagyunk, mert tényleg úgy van, Pest megyébe beérek, megőrülnek az emberek. Mindenki 160-nal megy,
alaphangon, büntetőfékezés, basszus, ezt nem tudom, miért nem szoknak le róla az emberek, akkor duda, reflektor, mondom, ez de normális, hogy az emberek, és na, a Dunakanyar, Szentendrei út, ha valaki ismeri, Szentendre eleve mindig fel van túrva, hanem amúgy is tök szar az út, tehát nem értem, hogy emberek miért akarnak százzal menni. Jó, menj, de tényleg esküszöm, hogy ez kb. 100-120-al mehetett, és felveri a port, mindenkinek összekaristolja kővel az autóját, és csak azért, hogy satúfékezhessen a piros lámpánál. Szóval ilyen, értem, ezeken nem kell felakadni ilyen dolgokon, meg nem is, most csak annyira akadtam fel, hogy ezt most elmondom, de el vagyok szokva szerencsére az autóvezetéstől, főleg az ilyen bunkóktól. Szeged környékén nincs ilyen probléma, őszintén mondom, semmi ilyen nincs. Most kíváncsi szakom, hogy holnap megyünk be Budapestre, hogy mi lesz Budapesten, de hogy ennyi türelmetlen embert, és minek? Péntek délután 18:59 van, és mindenki, mint a veszett egér, össze-vissza mászkál az utakon, szóval... Én ezt nem értem, és hogy hova sietnek az emberek, hogy menjenek szépen nyugodtan haza a családjukhoz, vagy nem tudom, szépen nyugodtan haza készülödni a buliba, vagy én nem tudom, de tényleg számomra felfogadatlanak az emberek, hogy miért ilyen türelmetlenek. Nem, de így. Szóval szerencsére tök nyugodtan megérkeztem, már meg vagyok nyugodva. Minden esetre úgy kell pisilni, mint az állat, és minden egyes alkalommal eljátszom ezt, hogy készülök az eseményre, hogy 2 órát, vagy 2,5 órát, vagy 1,5 órát, vagy nem tudom, attól függ, hogy mekkora a forgalom. Ide érek, szóval viszonylag gyorsan, egyszerűen minden egyes alkalom mindig úgy van, hogy az utolsó 1 órát ezt így ülöm végig. Pizsérlek el! Mert hogy szerintem undorítóak a benzinkutas mosdók, úgyhogy oda nem fogok menni, oda tényleg csak ilyen utolsó, utáni pillanatban, fesztiválon másnaposan. Tehát másképp nem vagyok hajlandó. Ja, és podcast ajánlat. Szerintem sokan ismerhetitek az Emma Chamberlaint, egy amerikai vlogger, csajszi, és az ő podcastjét, az Anything Ghost, nagyon szívesen ajánlom mindenkinek. Marha jó fej, tök jó témákról beszél, nagyon intelligens a csajszi szerintem. Nagyon jól összeszedi a gondolatait, van egy íve, váza minden egyes podcastnek szerintem, nagyon élvezhető, és hétköznapi témákról beszél, viszont egy kis csavarral meg, ugye, elmondja a saját véleményét, ami szerintem, nem tudom, nekem olyan frissítő, kellemes, üde beszélgetés. Beszélgetés, monológ, mert ugye csak saját magával, nőn maga fejti ki a saját gondolatait, és nincsenek vendégei, de mindig szóval szerintem tök jó fej az a podcast, és azt hallgattam egész úton hazafelé, nem csak a mamára gondoltam, hanem a Emma Chamberlainnek a podcastjére, és maga arra, nagyon képviselem. Ismét az autóban. Amennyire nem szoktam autós vlogolni, de most 2 nap alatt csak azt csináltam. Szóval gyorsan lementem a piacra, mert elrakadtunk egy pár dolgot. Szereztem jó kis házi tojásokat, jó kis babot, iszonyat nagy babot. Imádom az ilyen nagy babot. Ilyen. Ez a vesebabnál is nagyobb, és nem lóbab. Szóval nem tudom, hogy hívják. Mediterrán paradicsomos hagymás bab szószt fogok belőle csinálni, amit még nagyon régen, Szentendrén az Adria étteremben ettünk. Iszonyatosan finom volt, úgyhogy azóta rekreáltam, és ahhoz kellett egy a bab. A mai terv, hogy bemegyünk anyuval bruncholni, de ez már nem brunch, mert már most 11:30 van. Kávéztunk, lementem a piacra, és most megyünk be Budapestre, a bűnös városba. Nem. Valami jó kis helyet nézünk. Néztem, majd szeretnék elmenni, de szerintem nem ma. A Normagramba, Margit körúton van. Marha jól néz ki, nagyon elegáns,
esztétikus. Nekem nagyon tetszik az én stílusom az a hely, szóval majd oda egyszer szeretnék elmenni, de ma valószínűleg a sarki fűszeresbe megyünk, a Pozsonyi út, azt hiszem ott van. Már ott voltam egyszer, és olyan jó hangulata van. Azt lehet, hogy az ilyen nagyon-nagyon régi fűszeres üzletből alakították át. Isteni a szendvicsük, úgyhogy most anyut elviszem oda. Általában, ha félig már kiürül a tank, akkor azonnal megyek tankolni, mert nem szeretek benzinnel ilyen kiszámolva lenni, de most nem tudom, hogy a most úgy gondoltam, hogy elindulok Szegedről, még több mint félig van, elkavírnyálok vele, és akkor most még nem nyílt ki az a jelzőfény, ami azt jelzi, hogy azonnal menj a kútra és tankolj. Soha nem gyulladt ki még ebben az autóban, de szerintem még a másik autómban se. Úgyhogy érdekes lesz. Van még benne 75 kilométer. És körülbelül egyébként 4 kilométerre van ide egy benzinkút, szóval nem olyan vészes. Szerintem még, ha nagyon merész lennék, még azt is meg lehetne csinálni, hogy bemenni Budapestre, meg visszajönni vele, de az olyan... Mindig azt szeretem, hogyha tele van tankolva az autó, de alaphangon félig legyen, nem bírom, stressz, meg mit tudom, ki tudja, hogy hova kell menni azonnal. Gondoltam, hogy akkor így záró akkordként megmutatom nektek, hogy miket szerváltam Budapesten, amikor annyival bementünk vásárolgatni, meg a sarki fűszeresbe. Ahogy mondtam videó elején, hogy még április 1-én kezdtem el felvenni ezt a vlogot, de közben olyan beteg lettem, mint az állat. Másfél hétig elég szarul voltam, úgyhogy nyilván ez a másfél hét kiesett, aztán jött a húsvét családi bonzáj, meg így el voltunk jobbra-balra. Először nem volt energiám befejezni, aztán meg időm, szóval itt vagyunk április 21-én, 20 nappal később. Még el is raktam külön a szatyorba, hogy miket vásároltam, hogy biztosan ne felejtsem. Először is kezdeném ezzel a Starbucks pohárral,
ami szerintem tökéletes, 414 milliliter, pont tökéletes a mérete, szerintem gyógytáimnak is nagyon-nagyon jó, és a reggeli teljes kávét is imádom ebből inni. Van egy ilyen hasonló szívószálas termoszom is, amin hát ilyen hasonló minta van, mint ezen, és ahogy megláttam, mondom, úristen, nekem ez kell. Úgyhogy azóta ez a kedvenc blogrém, és minden reggel ebből iszom a ebből iszom a teljes kávémat, és imádom ezt a blogrét, szóval nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megvettem. És akkor körbe mászkáltunk, anyu vett egy marha jól kinéző, ilyen gyapjú kabátot a Massimo Dutti-ban. De én nem vettem semmilyen ruhát, tehát egy cipőt rendeltem, de az sem Budapesten, hanem utána, amikor hazajöttünk, akkor a Zara oldalán körbenéztem, és akartam valami csinos bőrszandált, úgyhogy ez lett belőle, ezt rendeltem, és az a marha nagy szerencse, hogy pont jó. Úgyhogy tökéletesen méretem, mint hogyha rám öntötték volna. Tökéletesen beleillik a lábam, tisztára, mint a csipkerózsika, vagy ki volt az? A hamupipőke. Tisztára, mint a hamupipőke, mintha a lábamra öntötték volna. Ezt felvettem. Egyik ismerősömmel elmegyünk, ezzel is mentünk egy ilyen élménykence workshopra, amit a borhálóban tartottak, és hogy csináltunk ilyen kézkrémet, ilyen levendulás kézkrémet, és be lehetett ott még venni ilyen levendulavirágvizet, és ott volt az a hölgy, és akinek nem messze van egy levendulása. Nagyszüleié volt ez a, hát tanya egy ilyen kis lepukkant valami kis háza, és teleültették levendulával, és most ilyen mindenféle levendula illó olajat, meg levendula virágvizet, meg hogy te mi ilyesmiket csinálnak. Úgyhogy ez a csajszi, aki tartott ezt a kence workshopot, ő azzal a hölgyel, ez kollaborált végül is, és ezeket a levendula alapanyagokat használtuk fel a krémekhez, illetve a borhálóból az egyik vörös bort is hozzáöntöttük ehhez a kézápoló krémhez. Egyébként nagyon-nagyon finom illata van. Raktunk bele levendula olajat, illóolajat, illetve kamilla illóolajat. Na, és akkor erre a cancer workshopra felvettem ezt a cipőt. Végül is utolsó másodpercben úgy döntöttünk, hogy elmegyünk bringával. Szóval itt próbáltam ki először a cipőt. Hát azért félig magassal, akkor valami... Ebből igen 8,5 centi. Szóval nem annyira nagyon alacsony, meg nem annyira nagyon magas, de... Nem nagyon szoktam magas sarkút hordani, úgy kicsinálta a lábamat, hogy a én még ilyet, most, hogyha valaki nagyon nem bírja, nem fogok se képet mutatni, se semmit, de hogyha valaki nem bírja a guztustalanságot, nem, de az ilyen sérüléseket, meg ilyesmit, akkor ne figyeljen ide, vagy mit, kicsit görgessetek előre. De szóval, hogy ilyet még nem láttam, hogy nem vízholyagom volt, hanem ami véres vízholyag, vagy nem tudom mi a lábamon, annyira kicsinálta a lábamon itt, ezen a részen. Nem tudom, annyira finom a bőr a lábam, meg annyira nem bírja a kiképzést, hogy teljesen tönkre vágtam, mert hogy hazafele meg gyalogoltunk, nem tudom, valami 3-4-5 kilométer, nem tudom. Úgyhogy így sikerült betörnöm a cipőt, még azóta nem volt a lábamon, mert másfél hete gyógyul a lábam azóta, szóval... Igen, nagyon mindegy. Szóval ennyi. És akkor amit tulajdonképpen Budapesten vettünk, az... több kézkrém is. Én nem tudom, hogy mi volt a fejemben, hogy nem figyeltem oda, hogy hány kézkrémet veszek, plusz utána még csináltunk is egyet, de igazából annyiszor kenegetem a kezemet, meg annyira ki van száradva, hogy bőven jó, hogy van 3 kézkrém. Itt van még egy, amit vettem, egy ilyen Heliade hidratáló kézkrém, ureával és körömvirágolajjal, extra száraz bőre. Ezt körülbelül egy hónapi vehettem, és már majdnem teljesen ki van ürülve, szóval gondoltam, hogy majd kell vennem újra. Na és ez a levendulás készkrém, amit most csináltunk, körülbelül egy hete használom, és már most az egyharmada elfogyott. Kell ide a készkrém. Na, és akkor az első, amit vettem, az a kamillás és szantálfás Massimo Dutti készkrém. Azért annyit hozzátenni, iszonyatosan finom illata van, csak az illata miatt vettem meg, hogy hát elsősorban, mert amúgy 4000 forint a 40 millis készkrém. Szerintem... Egyébként megéri, mert nagyon-nagyon, tehát olyan finom illata van ennek a kézkrémnek, hogy ez valami hihetetlen. Iszonyatosan drága, mert ekkora kis valamiről van szó. De mondhatom, a 100 millis Heliade volt 1000
forint, 1200, a 40 millis Massimo Dutti pedig volt 4000 forint, tehát iszonyat drága, a Haley-adét tudom ajánlani mindenkinek, körülbelül ugyanaz az érzet egyébként, csak ennek olyan illata van, hogy nem tudom leírni egyszerűen, az a, nem tudom, hogyha valaki szereti a szontálfát, akkor tudja, hogy milyen illata van, olyan illata van, szontálfa illata van. Régen az Aldo Vandini-nek voltak ilyen skandináv spa, vagy nem tudom, micsoda neve volt, szauna illóolajoknak, és tök ugyanolyan illata van ennek, és úristen, nagyon finom, kicsit olyan gyógynövényes, de közben virágos, szantáfás, kifinomul, nagyon kellemes illata van. Azt is megmerem kockáztatni, hogy ha ezt felkenitek, akár ide dekoltázsra, vagy nyakra, vagy valami ilyesmi, meg még mondjuk ide így csuklóra, kézre, akkor nem is kell parfüm. Tehát elég erőteljesen parfümös illata van, mondjuk én imádom, hogy nekem ebben nagyon-nagyon tetszik. Ráadásul nekem érzékeny a bőröm, és semmi bajom nem volt. Itt is megszagoltam, és mondtam, úristen, ez iszonyan drága, de marhára tetszik az illata, szóval megvettem. Illetve a másik ilyen kézkrém, ami egyébként tökre nem labdába sem rúgal Massimo Duttival, az a Douglasnek alapkréme. Mindenhova ki van rakva, de marha nagy tálak az alap kézkrémek ki vannak rakva. 690 forint volt, úgyhogy hát ez egyáltalán nem volt drága. És ennek kicsit olyan, nem tudom, mennyire emlékeztek rá azokra a rágógumikra, amiket úgy lehet itt kapni, egy ilyen hosszúkás, vákumozott, nem tudom, ilyen tartókában volt, és akkor ki kellett nyomni belőle a kis kerek rágógumikat. Na, olyan illata van, cukorkás, de enyhén jázminos illata is van, ez is iszonyatosan finom, szerintem nagyon-nagyon jó illata van. Ez 60 milli, 700 forint, szóval jobban megéri nyilván, mint ez a Massimo Dutti is. Annyi, hogy ez egy kicsit talán ilyen felnőttesebb, kifinomultabb illat, ez meg inkább olyan, hát inkább olyan fiatalosabb, friss, cukros, jázminos illata van. Na, és akkor amiből szükségem volt egy új darabra, az a Pupának a színezett szemöldök zseléje, és ezt a legsötétebb árnyalatban szoktam megvenni. Az előző az már tényleg nagyon-nagyon ki kell dobnom, mert nem tudom, már egy éve vagy két éve vettem, és hiszem, hogy aha, fél év erre a szavatosság szavileg fél évig jó, nem tudom. Már láttam, hogy bajok lesznek, szóval kell vennem egy újat. Akkor az utolsó, amit szerváltam, legalábbis azt hiszem, hogy ez az utolsó, pedig az IT Cosmetics-nek a CC Plus krém, amiben még 50-es napvédő faktor is van. Amit mondtam nektek, hogy nekem van ez az IT Cosmetics Bye Bye Under Eye korrektorja, és gondoltam, hogy akkor már ahhoz veszek egy alapozót, mert már egy ideje nézegettem az alapozókat, és nem tudtam eldönteni, mit akarok. És akkor végül is nagy nehezen rávettem erre magamat, 14.200 forint volt. Volt egy 1500 forintos kuponom, nyilván nem sokat számít 15.000 forintnál, de úgy voltam vele, jó, oké, kaptam egy ilyen kupont, na most akkor megveszem ezt a CC-kre, mert még ki sem próbáltam semmi. Tök érdekes, mert láttam egy csomó tesztelős videót erről a CC-krémről, és mondjuk nekem így tökre szimpi volt, ahogy felment az arcra, kipróbáltam ott a Douglasben is, és szinte tökéletesen bele simul a... Nem tudom, a szomszéd most mit nyitogatja az ablakot, szóval teljesen egyé válik az én bőrömmel, szóval gondolom, hogy ez tök jó lesz, még majd biztos lesz valami videó a csatornán, amiben kipróbálom ezt a korrektorral együtt. Szóval nagyon kíváncsi leszek rá, hogy nekem mennyire válik be. Én ezeket az enyhébb fedésű, tudom, egy CCBB krémeket vagy alapozókat szeretem, nem szeretem azt a nagyon moszkos hatást. És annak is nagyon örülök, hogy van benne napvédő faktor, mert mostanában elég sokat kiszoktam mászkálni, miten kint olvasok a napon, meg ilyesmi, amit eddig mondjuk még nem nagyon csináltam. És reggelente azt szoktam csinálni másfél órát, mondjuk így kint a napon kávézgatok, meg olvasgatok, és például most már azért nagyon érzem, hogy kéne használnom valami naptejet. Elkezdett megégni az arcom, és tovább mondom, oké, kell valamit szerválnom. És akkor még gyorsan egy könyvajánló,
Na, hogyha Szegeden ismerősök vagytok, ha szegediek vagytok, vagy hogyha jöttök Szegedre, akkor érdemes beugranatok a Klauzál térről, van egy kis árked, amin be kell menni egy mini udvarba, és ott van a Kék Elefánt kávézó. Egy nagyon cuki kis házas pár üzemelteti ezt a mini kávézót, ami 10 vagy 15 négyzetméter az egész, és nagyon finom saját kávéjuk is van. Hát ez annyit jelent, hogy megveszik a kávébabot, és kiválasztanak egy magyar kávépörkölőt, akivel megbeszéljük, hogy milyenre szeretnék pörköltetni a kávéjukat. Idén ez a nagyon baba kávé, illetve lehet, hogy ez még tavalyi, ez a nagyon baba. Iszonyatosan finom a saját pörkölési kávéjuk, és csodálatos kávékat készítenek. Ráadásul nekik vannak kávés workshopjaik, amikre szoktunk járni, úgyhogy nagyon-nagyon tudom ajánlani nektek ezt a kávézót. És mivel múltkor bementem, és kerestem megint ezt a nagyon baba kávét, mert már ezerszer jártam arrafele, és mindig kifogytak belőle. Láttam, hogy kijöttek egy saját könyvvel, tehát Jarjabka Zoltán Feketéz jól. Ezt én nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki érdeklődik a kávék iránt. Én azt mondanám, hogy tök kezdő vagyok, mert jártam egy csomó barista tanfolyamra, meg workshopra, meg ilyesmi, de totál amatőr vagyok. Csak egyszerűen érdekel a kávé, és szívesen kóstolgatok kávékat, és járkálok jobbra-balra, és mindenhol megkóstolom ezeket a specialty kávékat, meg elmegyek ilyen specialty kávézókba. Nem mondanám, hogy bármit konyítanék a kávéhoz, csak nagyon élvezem, meg szeretek róla tanulni. Szóval ez a 125 oldalas kis könyv, ez pont tökéletes szerintem a kezdőknek, mert az összes féle kávét, tehát a legtöbb féle kávét, meg a kávé készítési módokat is bemutatja ez a srác, aki a kávézó. Nagyon jó fej, ahogy ír, egy csomó olyan kérdésre is választad, ami a kávézóban rendszeresen felmerül, amit a vendégek feltesznek neki. Szóval tök jó fejjel, laza módon bemutatja a kávévilágát. Úgyhogy ha arrafelé jártok, én úgy tudom, hogy csak ott személyesen lehet megvenni, de biztos vagyok benne, hogy valahogy hozzá lehet jutni online is, hogyha őket felkeresitek. Instán is fönt vannak Kék Elefánt kávézó néven, úgyhogy ezt nagyon tudom nektek ajánlani, nézzétek meg, hogyha van hozzá kedvetek. És akkor végül is ennyi lett ez a 3 hetes vlog. Remélem, hogy tetszett nektek, tudtam valami újdonságot mondani, vagy érdekességet. Hogyha van valami kérdésetek, vagy valami témát felvetnétek, amiről szeretnétek, hogy csináljak videót, akkor írjátok meg hozzászólásban, és legyen további szép napotok. Sziasztok, találkozunk a következő videóban is, sziasztok!